Tavasszal talán sokat kedvet kapnak ahhoz, hogy egészségesebben éljenek, illetve valamilyen diétába kezdjenek, amelyhez segítséget is kérhetnek egy életmódtanácsadótól vagy természetgyógyásztól. Ugye ekkor mit csinál az egyszerű ember? Fölmegy az internetre, elkezd böngészni, de hát nagyon nehéz kiválasztani azt, hogy ki is az igazi és a jó szakember. De ezt feloldandó fogunk beszélgetni Takácsi Baja életmódtanácsadóval, aki a törvényi szabályozás hátteréről is beszél majd nekünk. Sok szeretettel köszöntjük a stúdióba. Köszönöm. Először tisztázzuk talán azt a fogalmat, hogy mi is az, hogy természetgyógyász, illetve hogy kik lehetnek, vagy kiből lehet természetgyógyász. A természetgyógyász szakmának a jogszabályi gyökerei még a múlt századra nyúlnak vissza. 1997-ben született meg az a jogszabály, ami rögzíti ennek a szakmának a státuszát. Ebben elkülönítetten meghatározásra kerültek azok a szakterületek, hogy mik azok, amik orvos kezéhez rendelt területek, ilyen a homeopátia, ilyen az akupunktúra, bizonyos természetgyógyászati ágak, mert maga a természetgyógyász egy gyűjtőfogalom. Ezekből a természetgyógyászati ágakból ugye vannak olyanok, amik egészségügyi diplomához kötöttek, ilyen például a gyógytornászok képzéséhez kötött manuálterápia, csontkovácsolás, illetve az életmód tanácsadás egy ilyen gyűjtő területe a természetgyógyászatnak, ami magába foglalja a fitoterápiát, alternatív mozgásmasszás terápiát, egy tanácsadási szintig egészségpszichológiát, különböző tanácsadási jártasságokkal képződnek az életmód tanácsadók. Egészségügyi diplomához kötött ez a szakterület, ezt már a 97-es törvény leírja, és természetesen van egy csoport, ami érettségihez kötött képzést, érettségire épülő képzést jelent, amit az Egészségügyi Továbbképző Intézet, tehát az Egészségügyi Minisztérium által akkreditált intézetekben lehet ezeket a képzettségeket megszerezni, egy komoly egészségügyi modulvizsgához kötött, ami feltételezi azt, hogy alaposan tanulmányozni kell maga a természetgyógyászak ágainak a tanulmányozását megelőzően már egészségügyi alapismeretekre kell szert tenni. Ilyen az akupresszúra, a fitoterápia, a kineziológia, az alternatív mozgásmasszás terápia, szemtréning. Ezek a területek állnak rendelkezésre középiskolai végzettséggel. Minden esetben meghatározott intézeteknél lehet ezeket a képzéseket megszerezni, és ami nagyon fontos, hogy egy egészségügyi hatósági vizsgával zárulnak ezek a képzések, ami lehetőséget ad arra, hogy valaki bekerüljön abba a szakmai tanácsadói körbe, ami egy rangsorral, egy nyilvántartásban bejelentkezve elérhető. Tehát a visszakanyarodva eredeti kérdéshez létezik egy ilyen nyilvántartási lajstrom, ahol, mint ahogy mindenféle más egészségügyi szolgáltatónak is utána lehet nézni, meg lehet nézni ezt a szakmacsoportot, és meg lehet nézni, hogy milyen nyilvántartási számon és milyen tevékenységre van engedélye. Igen. Bocsánat, azt akkor leszögezhetjük azért alapvetően, hogy a természetgyógyászat maga, mint egy gyűjtőfogalom, de mindenképpen kell hozzá ilyen vagy olyan végzettség, tehát nem lehet azt mondani, hogy én érettségi után azt mondom, hogy kiírom, hogy természetgyógyász vagyok, és elkezdek mindenféle tanácsadót. Vagy elvégez valaki például egy OK és tanfolyamot, és akkor mostantól ő életmód tanácsadó. Tehát akkor ez a szempontrendszer. Hát OK és tanfolyam az, azt gondolom, nincsen természetgyógyászati területekből, viszont vannak valóban ez a legnagyobb kockázat, hogy csomó olyan képzés van, ahol egy ilyen oklevéllel, egy néhány hétvégén áttartó néhány órás képzés után mindenki különböző titulusokat vesz fel magára, ez elmúlt évtizedekben nagyon nagy problémákat is jelent. Hát elsősorban azért, mert ugye a beteg emberek fordulnak általában segítségért, és az ő kiszolgáltatottságuk, ez nem etikus, szerintem ez egyértelmű csalásnak minősül olyan, és ez egy nagyon nagy felelősség beteg embereknek tanácsot adni. Másrészt a mi képzésünk, az életmód tanácsadó képzésnek egy nagyon fontos része volt az, hogy hogyan tudjuk a kompetenciát
kompetencia határainkat felismerni, hogy rendelkezzünk olyan ismeretekkel, hogy milyen szakemberekhez kell továbbítani azt a klienst, vagy azt a beteget, aki hozzánk fordul, hiszen itt az integratív gondolkodás a cél, ugye ezeknek a képzéseknek. Na most, aki egy-egy ilyen hétvégi frissítő masszázs és egyéb tanfolyamokon, meg különböző fantázia neveken léteznek ilyen képzések, az ott kapott oklevéllel nincs jogosultsága, hiszen nem tud szakdolgozói kártyát kiváltani, nem tud a szakdolgozó nyilvántartásba bekerülni, mert ahhoz kellenek ezek a vizsgafeltételek. Viszont van egy remek kis kapu, mert mondjuk tud egy vállalkozást indítani, mert mondjuk ez a végzettség, ez feljogosítja őt egy ilyen egyéb közérzetjavító szolgáltatás címén sikerül vállalkozói engedélyhez jutni, és ennek az égisze alatt aztán el is kezdi valójában, úgy, ahogy említették, a tanácsadói tevékenységet, ami egyértelműen kuruzslásnak számít, és hát tavalyi évben jutott el a szakmai érdekképviselet arra, hogy a 2020. február 15-én került jogerőre az a BTK-nak az a törvény módosítása, miszerint nem csak az oktatásban lehet kuruzslásként felelősségre vonni bárkit, hanem bármilyen olyan egészségügyi szakterületen, ahol nincs meg a megfelelő végzettsége ahhoz, hogy tanácsokat adjon. Hol engedélyhez kötött, ugye egyáltalán a tevékenység? Ezek a területek, mint természetgyógyászat, mind az, tehát csak az használhatja, akinek erre megvan a jogosultsága, és most már ez egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető elmúlt év február 15-e óta. Jó, beszéltünk itt arról, ugye, hogy az engedély, és azt hiszem, hogy meg is tudjuk mutatni a nézőknek, hogyha így van, itt van, láthatják is, tehát ilyen vagy ehhez hasonló kártyát keressenek akkor, amikor valóban egy végzett természetgyógyászal vagy életmódtanácsadóval szeretnének a problémájukról beszélni. Ugye ez nagyon fontos, ezen van nyilvántartási szám, ami alapján vissza is lehet keresni azt, hogy milyen tevékenységekre jogosult az adott illető. Mi a különbség egy életmód tanácsadó és egy természetgyógyász között, vagy van-e különbség? Az életmód tanácsadás az a természetgyógyászatnak egy ága. Ami ugye, ahogy említettem, egy felsőfokú egészségügyi diplomához kötött, tehát általában orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi főiskolát végzőt, diplomás ápolók, gyógytornászok, dietetikusok, egészségfejlesztők végezhetik el, tehát maga a képzésbe való bekerülésnek feltétele az egészségügyi diploma. Ezen kívül, ami még megkülönbözteti, hogy több természetgyógyászati ágat is tanultunk a képzésen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, vagy ahhoz tudnám hasonlítani, mint egy komplex érettségi vizsgát, csak itt a tantárgyak a fitoterápia, az alternatív mozgásterápiák, a méregtelenítő terápiák voltak. Ez egy 3 napos komplex vizsga keretében, gyakorlati, elméleti vizsga keretében, mondom, talán így az érettségi vizsgához hasonlítható módon lehet megszerezni, és annyi az alapvető különbség, hogy magasabb szinten és több természetgyógyászati ágat is magába foglal. Mennyire egészítheti ki egymást a természetgyógyászat és az orvostudomány, mennyire épülhet ez egymásra? Az utóbbi években ebben nagyon komoly közeledés tapasztalható. Ma már bekerültek a Pécsi Egyetemben, működik komplementer gyógyászati tanszék, dr. Hegyi Gabriella professzorasszony irányítása alatt, Debreceni Egyetemre bekerült az integratív medicina képzés. Mindenképpen az integrációba kell gondolkodni, tehát nyilván elsősorban ez a prevenciós területeken, és legfőképpen egy ilyen életminőség javításban tud bekapcsolódni a hagyományos gyógyítás mellé. Én azért a magam részéről is nagyon nem szeretem ezt az alternatív kifejezést használni, mert érdemes erről nem elválasztólag gondolkodni, hanem hogyan tudja a két rendszer egymást kiegészítve segíteni egymást. Igen, én azt gondolom, hogy ez a kulcs, hogy eljutottunk idáig, ugye, mert nagyon sokáig
lehet mondani, hogy ellentétesen kezelte egymást ez a két terület. Még most is vannak azért. Még most is van. Vannak ebben kérdéses helyzetek, de mindenképpen ez a jogszabályi tisztulás, ez abba az irányba hat, hogy valóban azt a hitelrontást végző hiteltelen és nem jogosult szakemberek, mert mindenképpen ez jelenti a nagyon nagy kockázatot, és ez van az mögött is, hogy az orvostársadalomnak is ezzel szemben van egy nagy fokú ellenállása még mindig. Ebben tudunk előrelépni, akkor talán ez még jobban tud közelíteni egymáshoz a két szakterület. Egymást tudja segíteni. Ibolya, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgethettünk erről, hiszen ez, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos téma, és nézőinknek meg azt javasoljuk, hogy amint mutattuk is, mindenképpen keressék a végzettséget igazoló dokumentumot ahhoz, hogy hiteles szakemberhez fordulhassunk. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Szép estét!